Nagyon jó szabású zakó. Ezt egy konfekció zakóként vette. Annyit megbeszéltünk vele, hogy meg lehet nézni, hogy itt ez, ami még nincs betűzve, ez kb. 2 centivel hosszabb, mint amennyi be van tűzve. Viszont arányait tekintve sokkal ideálisabb lenne ez a hossz. És én még azt is észrevettem, hogy egy kicsit lehetne karcsúsítani a hátából, mert megengedi a fazon. Bár ezeket a zakókat nem szabad nagyon úgymond slim fittesíteni, tehát egy ilyen kétsoros tradicionális zakó soha nem szabad, hogy nagyon testhez álló legyen. Inkább azt mondom, hogy követnie kell a test formáját. Ha slicces a zakó, akkor soha nem szabad nagyon elszűkíteni, mert akkor nyílni fog a slic. Hát most meg kell rövidítenünk. Ez azért jó, mert így be tudjuk állítani azt, hogy pont a földig érjen a ruha. Sok esetben még annyi is megoldhatja a ruha hosszának a problémáját, hogy itt egy picit emelünk a pánton, és eleve föntebb jön az egész ruha. De ebben az esetben úgy látom, hogy a pánt tökéletes, tehát ott nem fogunk tudni emelni. El fog kelleni szűkíteni egy kicsit a derékból, mert ez itt bő. És hogyha én itt ezt elszűkítem és betűzöm, akkor már eleve megemelkedik a ruhának a hátuljának a hossza. Szabásnál imádom, hogy serceg az olló az anyagba.